Az oroszlányi fellépés követően újabb idegenbeli meccs vár a kékcápákra, pénteken Budafokon lépnek pályára Busz Ivánék. A házigazda az első fordulóban 2 ponttal győzött Török Bálinton, majd 9 pontos vereséggel szenvedett a Vasas otthonában. A nyíregyháziak is 1 győzelemmel és 1 vereséggel állnak. Sitko Ernő szakmai igazgató szerint több játékelemben is fejlődniük kell ahhoz, hogy megnyerjék a mérkőzést. Mindenféleképpen előre kell lépnünk a kombinatív játékban, kicsit gyorsabban kell passzolnunk, egymást sokkal gyorsabban kell helyzetbe hozni, és a számunkra előnyösebb helyzetek kiválasztását sokkal nagyobb hatékonysággal kell befejezni. Úgy gondolom, hogy mi gyorsabbak leszünk most is. Nem kedvező az, hogy az ellenfél majd egy ilyen behúzódó védekezést, a gyűrű alávaló tömörült védekezést fog alkalmazni. Ugye ilyenkor, ha kimaradnak a külső dobások, akkor valahogyan belülről kellene feltörni ezt a védekezést, és nagyon nehéz, hogyha mindenki a palánk alatt áll. De úgy gondolom, hogy jó védekezéssel és gyors játékkal meg kell, hogy tudjuk ezt oldani. Éppen ezért el is mondtam, hogy miben kell előrelépnünk. Több passz, jobb helyzetbehozás, jobb helyzetbe kihasználás és sokkal gyorsabb játék. A nyíregyházi együttes megállapodott egy amerikai kosarassal, Kéjjel Lakira azonban még nem számíthatnak pénteken. Budafokon biztos, hogy nem fog pályára lépni, ugye a magyar szabályok szerint mérkőzés kezdete előtti 2 nappal délig fönt kellene, hogy legyen a csoportos játékengedélyen az ő neve is, és a szerződéseket most fixáljuk, úgy gondolom, hogy néhány percen belül, vagy 1-2 órán belül aláírásra is kerül. Én már ezt megtettem, várom vissza a szerződést. Róla annyit kell tudni, hogy úgy gondolom, hogy nagyon jó játékos találtunk, aki 196 centi és 2-től 4-es pozícióig bevethető. Azt várjuk tőle, hogy a lepattanóban mindenféleképpen nagy segítségére lesz a csapatunknak, illetve természetesen, amit egy légióstól példát mutat, egy kicsit vezeti a csapatot, és megmutatja azt a mentalitást, amit ő az amerikai egyetemi bajnokságban tanult, és bízom benne, hogy azt el is hozza ide hozzánk. A 3. fordulóból a budapesti Honvéd nagykörös meccset novemberben rendezik. A további párosítása következő Oroszlány Bonyhád, MTK Török Bálint Vasas, Budafok Nyíregyháza Blue Sharks, Békés Miskolc, PVSK Veszprém és MAFSZ BKG Prímese.